Semmelweis Ignác, az anyák megmentője ezen a napon született. Nevét áldással említik mindenkor, amíg a nők szülni fognak. Semmelweis életműve más szempontból is nagyon fontos, hiszen arra is megtanított minket, hogy legyünk fogékonyak az orvostanhallgatók és a fiatal kollégák új, néha akár merésznek tűnő innovatív felvetéseire, legyünk nyitottak az újra, és adjunk teret és lehetőséget az ehhez kapcsolódó konstruktív szakmai vitáknak. A mindennapi gyakorlattól eltérő szemléletmód az eredeti gondolkodás ugyanis sokszor új utakat nyithat a kutatásban és a betegellátásban egyaránt. Szellemét, munkásságát, életútját idézem, ki saját kútfőből képes volt nagy szembeszélben kiállni és megküzdeni szakmai igazáért, nem önös érdekből, hanem a gyógyítás okán. Hitét, miszerint a gyermekágyi láz kóroka megismerhető és megelőzhető, folyamatosan emberi és szakmai küzdelem mellett kellett megőriznie, statisztikákkal bizonyítania a kisítő, rangjukat, pozíciókat féltő professzor társakkal szemben. Mi az üzenet, melyet nekünk, utódoknak küld a távoli múltból Semmelweis? Küzdjünk kitartóan tudományos igazunkért, vállaljuk fel a szükséges konfliktusokat, és bízzunk a jövő nyújtotta igazságban. Semmelweis Ignác születésének 197. évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyünket, mely egyben a 245. akadémiai évünk záró ünnepsége is, ezennel megnyitom. Tegnapi nappal Áder János köztársasági elnök úr a megbízó levelemet átadta, így a második ciklusom holnapi nappal kezdődik. A második ciklusomnak a hangsúlyai egészen biztos, hogy máshova helyeződnek, mint ahol az első időszakban kellett helyeznem azokat. Mindenki által jól ismert, hiszen benne vagyunk ebben a folyamatban, hogy mind a felsőoktatás, mind pedig az egészségügy átalakítás közben van. Ebben mi is részesek vagyunk. Másfajta szemlélet, másfajta gondolkodás, ha úgy tetszik, másfajta harckészültségre van szükség a következő időszakban. Semmelweis tragédiája az volt, hogy nem értették meg, egész élete folyamatos bizonyításban, a támadások kivédésében merült ki. A korukat meghaladó zsenik kitaszítottsága, el nem fogadása tulajdonképpen minden korban jellemző volt, mindig megmutatkozott a fejlődés megtorpantó, visszahúzó ereje. Természetesen az ünnep Semmelweis nevét viselő intézetben még hangsúlyosabb, még inkább büszkeséggel tölthet el minket híres elődünk hagyatéka, de ez egyszer s mint felelősséget is ró az utódokra. Meg kell felelnünk mindannap, amit a név Magyarországon és szerte a világon jelent.
Idén 8. alkalommal kerül átadásra a Dr. Rácz István Alapítvány díja. Minden kitüntetetnek és kinevezetnek őszintén gratulálok, és ezzel egyetemünk névadójának az emlékére szervezett ünnepségünknek és a 245. akadémiai évnek a záró ünnepségének a végére értünk.